Dombóvár város önkormányzatának képviselőtestülete a kialakult energiaválság miatt döntött számos intézkedés bevezetéséről. Ez az intézkedési terv több közintézményt is érint majd, mondta el a polgármester. Nyilván ez a mai reggel nem volt senki számára szép és emlékezetes, de azt gondolom, hogy nem húzhatjuk tovább az időt. Többhetes előkészítés után eljutottunk odáig, hogy meg tudtuk fogalmazni azokat az intézkedéseket, amelyek egy picit jövőben mutatnak, és túlélésre reményt adnak, hiszen ma minden önkormányzat és minden állampolgár a túlélésért küzd, még hogyha nem is veszük észre nap mint nap, de azt gondolom, hogy a mai napjaink és az életünk sajnos erről szól. Egyeztettem civil szervezetvezetőkkel, vállalkozókkal, egyeztettünk a sportszervezet vezetőivel, szinte mindegyikkel, összes intézményvezetőmmel egyeztettem, a hivatal összes dolgozójának volt apparátus értekezlete múlt hét péntek reggel, és ma reggel testület elé raktuk azt az anyagot, amely nyilván azt gondolom, hogy nem is igényelt hosszú vitát, hiszen mindenki felmérte ennek a súlyát. Az elfogadott intézkedési terv értelmében változik a polgármesteri hivatal és a közös hivatal működése is. A Mezeréd utcai ingatlant lezárjuk, hiszen nem tudjuk kifizetni a távfűtés díját. Ők átköltöznek a műfáznak az emeleti irodáiba, ügyfélszolgálatot pedig csak itt a Szabadság utca 18-ban fogunk tartani, és egységesen elrendeltünk, hogy home office lesz minden dolgozónknak minden pénteken. Nyilván ez elől a közterület felügyelők kivételek, hiszen ők a munkájukat amúgy is kint végzik a szabadba. Három óvodánk, illetve bölcsödénk tekintetében is egyeztettünk, lecseréltük vagy cseréljük folyamatosan a lámpatesteket korszerű ledes világításra. Mindenhol megbeszéltük mindenkivel a fűtést, illetve ahhoz kapcsolódó megtakarításnak a lehetőségeit, és sajnos több éves működés után a Szivárvány óvodába a tanúszodánkat nem tudjuk megnyitni, hiszen annak irreális költségei vannak. A sportintézmények tekintetében, úgy mint az uszoda és a Szuhai Sportcentrum, egy soha nem látott összefogásnak köszönhetően született meg a következő megoldás. Az uszodát december 31-ig nem zárjuk be. A szervezet tudja támogatni az uszodának az ökkenőmentes működését, és azt gondolom, hogy erőn felül egy 6 millió forintos támogatással ők ehhez hozzá is fognak járulni. Erről már megszületett az elnökségi döntés. Szuhai Sportcentrum tekintetében több tucat szervezet használja, nagyon sok amatőr is használja, hiszen a mozgás nagyon fontos, és használja egy általános iskola és a középiskolánk is délelőttes nevésóra keretei közt. Nagyon fontos, hogy megnéztünk sok-sok példát, és megpróbáltuk optimizálni a dolgokat. Ennek mentén jutottunk el odáig, hogy természetesen a gyerekeknek a kötelező hőfokot tudjuk délelőtt produkálni, ezt követően lekapcsolásra kerül a fűtés, és a meleg vízellátást is megszüntetjük hétfőtől. Ez egy nagyon szerencsétlen, amúgy egy nagyon jó műszaki megoldás, de egy helyről, egy 3500 literes tartályból láttuk el eddig az egész épületet, vagy az egész intézményt. Sajnos ezt nem tudjuk fenntartani, hiszen a gázára oly mértékben emelkedett, hogy ez nagyon nagy terhet ró az önkormányzatra. Kosárlabda csapatunk NB2-be szerepel, ők átszervezték az összes meccsüket péntekre, tehát a Szuhai Sportcentrum hétfőtől péntekig látogatható, szombat vasárnap pedig zárva fogunk lenni. Szociális ellátórendszerünk, illetve NKFT-nk tekintetében, akik a Gemcsarnokban vannak elhelyezve, nagyon-nagyon összeszorítjuk a működésüket. Az eddig általuk használt terület 30-40%-át fogják csak igénybe venni. A Népkonyhát felhúzzuk a Szabadság utcába, azt az épület részünket ott le tudjuk akkor zárni, tehát ezzel is megpróbálunk takarékoskodni. A legnagyobb kihívást a közvilágítás mérséklése okozta az önkormányzat számára, hiszen ez a többszörösére emelkedett az energiaárak elszabadulásával. Nem csak Dombóvárnak, hanem az összes magyarországi hasonló léptékű településnek a közvilágítás okozta, és annak az anomáliája, hogy akkor most hogyan tovább. Nyilván van két nagyon fontos szám. Mostani ismeretünk szerint az eddig években Dombóvár közvilágításra 21 millió forintot fizetett, ez 2810-20 lámpatest éjszakai világításának a költsége volt. Ez az ár, ez felemelkedett 92 millió forintra. Nyilván ebből adódóan arra a közös nevezőre jutottunk szolgáltatóval, katasztrófa védelemmel, közútkezelővel, illetve rendőrkapitánysággal, hogy nem kapcsoljuk le teljes mértékben a közvilágítást éjféltől hajnali 4-ig, mint egy több település ezt elköveti. Minden második lámpatestet fogunk kikapcsolni. Lesznek olyan részek, ahol teljesen ki lesz kapcsolva
a diszkivilágítás természetesen mindenhol, természetesen a négy sávos mentén, ahol egyébként a gyalogos forgalmat kondelábelek segítik balra, jobbról, ott az útvilágítása meg fog szűnni. Nagyon reméljük, hogy egy 50%-os megtakarítást el tudunk érni, így is közel 30 millió forint a többbe fog kerülni a közvilágítás. Nyilván nagyon fontos, hogy teljes sötétségben nem burkolózhat a város, hiszen a közbiztonság helyzetét megítésünk szerint ez nagy mértékben rontaná, és azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb, hogy helyben lakóknak a szubjektív közbiztonság érzete ne romoljon. Ezért minden második lámpatest azt gondolom, hogy ez elégséges szolgáltatás fog nyújtani. Minden szebra meg lesz világítva, minden útkeresztés meg lesz világítva, tehát azt gondolom, hogy a sarokpontok megvannak, hát mindentől megértés, kitartást várunk el. Nyilván ennek a játéknak sajnos mindenki szereplője. A következő időszak rendezvényeit előreláthatólag nem érinti az elfogadott intézkedési terv. A műfázban a leszerződött programokat meg kívánjuk tartani, az adventi vásárt meg kívánjuk tartani. Azt gondolom, hogy nem gubbozhatunk be teljesen, hiszen van élet a Földön, és lenni is fog, csak egy picit másképp, mint ahogy ezt tettük egészen idáig. A könyvtár csak péntek délután látogatható könyv kivétel tárgyában, illetve visszavitele tárgyában, viszont azt örömhírként mondom, hogy a könyvtári programok meg fognak valósulni, mégpedig a műfáznak az épületében, illetve azok a programok, amelyek a gyerekeknek szólnak, és adott iskolákból érkeznének gyerekek, azt gondolom, hogy a könyvtárosok fognak kimenni adott intézménybe, és annak a tárgyi feltételek igénybevételével fog ez a program megvalósulni. Tehát ott sem áll meg az élet, csak a könyvtár nem lesz látogatható nap mint nap.